Nem sokára itt a tavasz kutyáinkra is ráfér egy tavaszi nagy takarítás. Mai adásunkban tanácsot adunk önöknek, hogyan ápolják kedvenceiket. Milyen előnyökkel jár, ha kutyakozmetikába hozzuk, vagy milyen eszközökkel, felszerelésekkel álljunk neki az otthoni kutyakozmetikának. Ezt követően ellátogatunk a MEOE 4 napos nemzetközi kutyakiállítására. Végezetül bemutatjuk a brit macskafajtát. A házhoz jön a kozmetikus, nem kell szállítani a kutyánkat, de nehezebb lehet az ápolás, mert ha otthon érzi magát, akkor a koncátlanabb is. Ezt a műveletet nem osszuk meg takarítás nélkül, de mégiscsak szakember segít, például a nyírásnál. Gyakori fürdetést kizárólag olyan speciális kutyasamponnal és balzsammal végezzünk, mely ilyen használatra ajánlott. Egyéb esetben választunk száraz sampont, melyel az otthoni kozmetikát legegyszerűbb bármikor elvégezni. Amikor házhoz jövök, akkor egyszerűbb a kistestű kutyákhoz jönni, velük minden egyszerűbb dolgot otthon is el lehet végezni, ezt szeretném bemutatni a gazdinak. Hát ő a Lia, 6. hónapját tölti éppenséggel, rendkívül eleven és élénk kis kutya, hála jó Istennek. Mopszoktól eltérően ő nagyon-nagyon kis hiperaktív, egyelőre még legalábbis. Mivel Lia egy városi kiskutyus, ezért sokat szeret rohangálni, és elég hamar összepiszkolja magát, így, hogy a gazdinak ne kelljen minden nap megfürdetni, van egyfajta készítmény, amit, hogyha ráfúj a lábára, vagy a teste bármely részére, finoman áttörölgeti, megszárítja, akkor lejön róla a piszok, és ez jót tesz a bőrének is, meg a szőrének is. Nagyon sok gazdi nem is tudja, hogy milyen egyszerű ezt használni. Ez megvédi a kis bőrét a piszoktól, és ez természetes alapanyagokból készült, parabénmentes, és nem okoz allergiát se, se bőrbetegségeket. Hát igen, ez látszik is, hogy milyen egyszerű volt, úgyhogy biztos, hogy fogjuk használni. Mivel Lia kis testű és rövid szőrű, ezért ebbe az időszakban jobban fog hullani a szőre. Van egy kefe, ami az ajszőrét eltávolítja. Ezt egyszerű otthon megcsinálni, de mivel Lia elég élénk, így, hogyha a gazdi nem akar vele bajlódni, nyugodtan behozhatja, és akkor én megoldom. Kutya kozmetikushoz általában negyed évente szokták elvinni kedvenceiket a gazdák, de például hosszú szőrű fajtáknál érdemes havi rendszerességgel, amennyiben nincs időnk otthoni hűsülgetésre és fürdetésre. Az Ebugatta nézői már ismerik ezt a terméket, de azért mondjuk el még egyszer, hogy létezik egy olyan hab hosszú szőrű kutyáknak, amivel ugyanúgy gyönyörűen tisztán lehet tartani a kutya szőrét és ápolni a bőrét. Ez egy hab, amit a hosszabb szőrű kutyákra szoktak használni. A rövid szőrű kutyákra a lemosót használjuk, a hosszabb szőrükre a habot. Ezt egyszerűen bele kell dörzsölni a kutyának a szőrébe. És utána egy törölközővel szárazra kell neki dörzsölni. És akkor ennyi kosz lejött a kis kutyára a séta után. Egy nagyon népszerű kutyafajtát, a Yorkshire Terriert választottunk a mai kozmetikai bemutató alanyunknak. Mit fogsz vele csinálni? Marci egy teljes kozmetikázásra jött most, levágjuk a bundáját, megfürdetjük, és akár egy fél óra múlva mehet a gazdájához vissza. Minden kutyának megvan adva, hogy milyen fésű illik a szőrtípusához. Most Marcinak egy ilyen fajta tüskés fésűt használunk, mert evel kiszedjük neki a csomókat, és szép lesz vele a bundája. Ezt nyugodtan használhatják otthon a gazdák is. Nyírás előtt mindig meg kell fésülni, és minden gazdának azt mondom, hogy fürdés előtt is fésülje ki, és fürdés után is fésülje ki, mert ha csomós, akkor ő, ha nem fésüli ki, be fog még jobban csomósodni. Különböző ólok vannak a kutyáknak, amivel a szőrét vágjuk. Ez sem kéne otthon mindenféle orróval összenyírbálni. A kutyakozmetikában speciális nyírógép van a kutyáknak. Nem ajánlom a gazdiknak, hogy az apuka hajnyírógépével elkezdje vágni a kutyának a szőrét, mert nem fogja tudni levágni, csak a gép fog tönkre menni. A fülpucolást és a körömvágást inkább vagy állatorvosra, vagy kozmetikusra bízzák a gazdák, mert például a körömvágásnál valamelyik kutyusnak fekete a körme, a gazda nem tudja, hogy meddig lehet vágni, és véletlenül belevág, akkor véredni fog. A gazdának
gazdák ne felejtsék el, hogy a legtöbb fajtának balzsamra is szüksége van. Ugyanúgy, mint ahogy a gazdik megmossák a hajukat, először bevizezik, besamponozzák, leöblítik, utána rárakják a balzsamot, és azt is a végén kiöblítik. Minden samponra rá van írva, hogy hogyan kell használni, milyen arányba kell hígítani, így minden gazdi a leírtak alapján használja otthon. Fontos, hogy csak megbízható, ismert vagy ismerősök által ajánlott szakembert válasszunk. Az igényes kutyakozmetikus tiszta környezetben és fertőtlenített eszközökkel dolgozik, megfelelő, nem humán, minőségi szerekkel ápolja a kutyánkat. Minden esetben tájékoztatja a tulajdonost, hogy milyen sampont fog használni a kutya szőrtípusának és életkorának megfelelően. Akár rövid, akár hosszú szőrű a kutyánk, minden gazda rémálma a tavaszi vedlési időszak, amikor akárhogy fésüljük állatunkat, tele lesz szőrrel a lakás vagy a környezetünk. 2011 sláger terméke lett egy valódi szőrgyilkos kutyaápoló kefe, mely segítségével megszabadulhatunk kedvenc kutyánk ajszőrétől, melyet egyébként elhullajtana. Az eszköz rendszeres használata mellett akár az ajszőrzet 90%-át is képes eltávolítani. Kifejezetten arra lett kialakítva, hogy megállítsa a szőrhullást, így előzetesen eltávolítja a kihulló szőrt, miközben fényes és csillogó bundát hagy maga után, ami alatt a bőr is jobban tud lélegezni. Nagy testi kutyákat egyszerűbb a kozmetikába behozni és megfürdetni, otthon nem kell vele bajlódni egy fél napig, behozzák 2-3 óra alatt kész van, itt speciális kád van, amiben egyszerűen és gyorsan meg vannak fürdetve. A humán sajsamponokhoz hasonlóan széles a választék a kutyáknál is. Érdemes befektetni egy jó minőségű termékbe, ami nem fog bőrirritációt, szőrhullást, allergiát okozni, és nem egyszerűen lemosásra alkalmas, hanem még mellette ápolja és táplálja is az bőrt és a szőrzetet. Minden szőrápolás lényege, hogy a kutya szép és remélhetőleg vidámabb is lesz tisztaságának köszönhetően, és így a gazdával is boldogabb az együttlétük.